December 8-áig kell jelentkezniük azoknak az általános iskolai tanulóknak, akik a középiskolai felvételihez központi írásbeli vizsgát szeretnének tenni. A felvételi vizsgák a már megszokott eljárásban zajlanak majd, a köznevelés középfokú átalakítása az eljárást természetesen nem érinti. Az viszont tudva levő, hogy átalakul a rendszer, és a szakmatanulást fogják előtérbe helyezni. Hogyan tájékozódhatnak a profilokról a diákok? Ezt is megkérdezem Rostás Jánostól, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum főigazgatójától. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye most nagyon sok szülőt, diákot érdekel mindenhol az országban, hogy hogyan fog átalakulni a középiskolai intézményrendszer. Melyek lesznek a legfőbb változások? Szerintem érdemes még ezt elmondani ismételten. Igen, azt gondolom, hogy ez az a téma, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, mert jelentős változásról van szó, és az információk azért elég nehezen jutnak el a szülők közé, illetve az általános iskolákhoz. Tehát azt kell tudni, hogy 2016. szeptember 1-től a jelenlegi szakközépiskolák szakgimnáziumokká, a jelenlegi szakiskolák szakközépiskolákká fognak átalakulni. Ez egy névbeli változás, de a névbeli változás mellett azért tartalmi változásokra is számítani kell. A szakgimnáziumi képzés esetében a jövőre beiratkozó tanulók egy újfajta ágazati képzésben vesznek részt, amely az érettségi mellett egy OK-i, egy hármassal kezdődő OK-i számos végzettséget is fognak kapni, amely munkavállalásra jogosít. Természetesen az érettségi mellett. Akik szakközépiskolába jelentkeznek a mostani szakképzésben, azoknak is lehetőségük lesz az érettségi vizsga letételére a 3 éves szakképzési időszak után önként jelentkezéses alapon 2 év ráképzéssel érettségihez fognak jutni. Tehát azt a kínálatot, amit jelenleg a gimnáziumi képzés ad, azt a szakképzés is fogja tudni nyújtani 2016-tól. Arra viszont kíváncsiak lehetnek, hogy melyek lesznek ezek a képzési területek, ezek az OK-i és képzési területek, vagy ezeket már beharangozták kellőképp, hogyan látja, vagy eldöntötték egyáltalán még? Jelenleg a műhely munka zajlik, ugyanis ez egy egymás lépülő folyamat. Ahhoz, hogy ezekkel minden érintett tisztában legyen, az első rész, az első kör tulajdonképpen arról szól, hogy új OK-i képzéseket, szakmákat kell megnevezni. Tehát ehhez az országos képzési jegyzék módosítása szükséges, ez törvényi kereteket jelent. Ha megjelent az új OK-i, akkor ehhez igazítani kell a szakmai szabályokat, a szakmai vizsgakövetelményeket. Ez a második lépcsőfok. A harmadik pedig, miután megvannak az új OK-i képzések, ehhez megvannak a vizsgakövetelmények, a befejező aktus pedig a kerettanterv módosítása, és itt még mindig nincs vége a történetnek, mert ha ez a hármas folyamat lezajlott, akkor még mindig az intézményeknél pattog a labda, még nekik a helyi pedagógiai programokat ezeknek megfelelően át kell dolgozni. Tehát az én információm szerint, még egyszer mondom, munkaanyagról van szó, januárban várható, január végén várható az OK-i megjelenése, márciusra a szakmai és vizsgakövetelmények, és talán a parlament munkáját is figyelembe véve a kerettanterv az valamikor májusban fog megjelenni, tehát a szeptemberi tanévkezdés zökkenőmentesen indulhat. Azt viszont látják-e, vagy tudják-e, hogy milyen területeket szeretnének erősíteni? Ugye folyamatosan beszélünk olyan szektorokról a foglalkoztatásban, ahol szakember hiány van. Fogják-e ezeket a szektorokat figyelni, hogy mire van, vagy mire lesz igény? Akár akik középfokon kikerülnek az oktatási rendszerben, vagy rendszerből elnézést, nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni. Ez a fajta pályakövetés, vagy az a fajta monitoring, ez folyamatosan jelen van a megalakult centrumok munkájában. Talán egy kicsit messziről kell, hogy kezdjem, de nem véletlenül vált le, vagy alakult át a szakképzés rendszere ez év július 1-től. Abban a 44 centrumban, amely országosan megalakult, pontosan az volt az elsődleges iránymutatás, illetve elvárás irányunkban, hogy közvetlen napi kapcsolatban legyünk a helyi gazdálkodó szervekkel, a térség gazdaságát térképezzük fel, és napi információink legyenek arról, hogy milyen munkaerőigényeik vannak. Egy kicsit eltávolodott egymástól a képzés rendszere, illetve a gazdaság igénye, ezért januárban megjelent a szakképzés a gazdaság szolgálatában című tanulmány, vagy kormány koncepciója, amely nagyon egyértelművé tette azt, hogy nem önmagunknak képzünk szakembereket, hanem a gazdaságnak.
azzal kellett szembesüljünk, hogy bizony vannak olyan szakmáink, amelyek bár nagyon felkapottak, itt gondolhatok a szépészetre, például minden lány fodrász, kozmetikus szeretne lenni. Szolgáltatói szektor. Valóban, tehát a szépészet ágazatban szeretne helyezkedni, csak hogy a gazdaság lehetőségei azért nem ilyen tágak. Ezt azért látni kell, és vannak úgynevezett felkapott szakmák, illetve hiány szakmák. Mi inkább ez utóbbira szeretnénk koncentrálni, és a folyamat is azt mutatja, hogy komoly kormányzati elhatározás van mögötte. Az előző évi 10 hiány szakmából 12 lett már ebben az évben, illetve 2016-tól 20 szakmát tudunk szakiskolai ösztöndíjjal. Még nem jelent meg a kormányrendelet oldala, de egészen más elnevezése lesz, hogy jól tudom, Szabóki Adolf ösztöndíjnak fogják hívni, és nem csak a klasszikus értelembe vett szakmákat, hanem ágazati képzésekben, tehát szakközépiskolai, jelenleg szakközépiskolai, majdani szakgimnáziumi ágazati képzéseket is fognak támogatni. Ha jól tudom, 3 ilyen már a tervben szerepel. Jellemző-e az, hogy lehet orientálni a diákokat egy jó pályaorientációs programmal, mert hogy próbálják és arra törekszenek, hogy alakítsák át úgy a képzési rendszert, hogy az a munkaerőpiaci igényekhez igazodjon, de mi történik akkor, hogyha nem találkozik a gyerekeknek, a szülőknek az elképzeléseivel ez? Milyen pályaorientációs munkát végeznek majd ezek a centrumok? A pályorientáció valóban a feladataink úgymond honlokterében van. Marketingből gyengék vagyunk, legyünk nagyon őszintén, a köznevelés nagy állami rendszere még nem tette magáévá azokat a módszereket, amelyel közvetlenül meg tudunk szólítani úgynevezett célcsoportokat. Nyílt napokat hallottunk már, pályaválasztási kiállítás évente megrendezésre kerül, de ezek a megszokott kategória. Mi szeretnénk egy kicsit ettől eltérően gondolkodni, és az azt jelenti magyarra lefordítva, hogy a közvetlen kontakt az arról szól, hogy elmegyünk az érintett általános iskolákba, és nem várjuk meg, hogy majd hozzánk jöjjenek a nyílt napra. A kollégáim, az iskola igazgatók, azok szeptember közepétől szinte, tehát amikor a saját intézménye munkája beindult, attól kezdve folyamatosan járják nem csak a járást, nem csak a hozzánk tartozó települések intézményeit, hanem úgymond tágabb kitekintésre is készek. És az egyik legfontosabb partnerünkkel, a megyei kereskedelmi és iparkamarával együttműködve, a pályorientáció azt gondolom, hogy egy jobb irányt vett, egy más irányt vett, ebben jelentős segítséget kaptunk tőlük az utaztatásban. Nézzünk meg még egy nagyon fontos kérdést. Ugye a gimnáziumokban lehet érettségit szerezni, majd a szakgimnáziumban is természetesen, tehát a középfokú intézmények több szegmensében lehet érettségit szerezni. Az, aki tanulni akar, az tovább tud majd tanulni. Viszont a szakmunkás képzést, hogyha megnézzük, akkor eddig jelentkezett és jellemző volt egy probléma, nem csak ebben a térségben, országosan mindenhol, hogy ha még hiány szakmát is választottak a diákok, vagy akár a duális képzésbe beléptek, de nagyon sokan lemorzsolódtak. Tehát ez a szakmunkás képzésben, vagy a szakmunkás iskolákban jellemző volt. Milyen programokkal lehet ezen segíteni, vagy ön szerint mivel lehet ezen segíteni, hogy azok, akik elkezdik a szakmunkás képzést, be is fejezik, hiszen akkor tudnak megjelenni majd a munkaerőpiacon? Nagyon érzékeny témát feszeget, ugyanis ez nem csak köznevelési, hanem úgy gondolom, hogy társadalompolitikai probléma is. A lemorzsolódó tanulók nagy része olyan szociokulturális hátrányokkal és kompetencia hátrányokkal érkezik a középfokú intézményekbe, amelyeknek a kiküszöbölésére sajnos nagyon kevés az időnk, és sokszor szándék sincs a tanulók részéről, ezt is őszintén el kell mondani. Ezért bizony az elmúlt évek lemorzsolódási aránya közelített a 30%-hoz. Ezen a nem túl hízelgő adaton azért jelentősen szeretnénk változtatni. Terveink szerint, és ez is még ugye munkaanyag szinten, de főigazgató értekezeten már tájékoztatást kaptunk arról, hogy a GINOP 6.2.2-ben egy nagyon komoly forrással megtámogatott program fog indulni, kifejezetten a lemorzsolódás, illetve a hátránykompenzáció témakörben. Már a kollégáimmal dolgozunk azon a munkaanyagon, hogyha megjelenik a pályázat, akkor már kész, konkrét tervekkel tudjunk előállni, tehát nem ölünk kölbetett kézzel, de a munkafrontja, amely igazából a
tanteremben dől el, ott a pedagógus és a tanuló interakciója az, amelyikben mi többet tudunk tenni, vagy kell, hogy többet tegyünk. A személyes megszólítás, a családi környezet ismerete, a közvetlen és nem baráti, csak egyszerűen emberi kapcsolat építése, ez nagyon fontos a pedagógusok számára. Én azt gondolom, hogy át kell billenjünk a szakma tanításról egy kicsit az ember nevelésre is, és hogyha ez a kettő találkozik, akkor lesznek sikereink. Főigazgató úr, köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget!